Sziasztok, én Tibeny vagyok. Sziasztok, én Zoló vagyok. Elérkeztünk a legújabb videónkhoz, amiben egy kihívást fogunk megcsinálni, ami arról szól, hogy vicceket mesélünk egymásnak, és az nyer, aki kevesebbet neveti el magát. Igen. Pontozni fogjuk végig. Az kap pontot, aki elnevet magát, de az ilyen kis kuncogás nem számít, csak a hangos nevetés. Pontosan. És el szeretnénk nektek mondani, hogy beszereztünk egy újabb kamerát, a Nikon D530-as. 5300. Tök mindegy, az a lényeg, ez jobb, mint régen volt. Régen nem is volt. Nem baj, az a lényeg, hogy most jobb. Rossz anyák, hova mész? Barbiékkal moziba. Oké, mit néztek meg? A rossz anyákat. Jó, de mi lesz a gyerekkel? Leszarom! Nem volt jó. Tudom, nem is értem, mire szólt. De ezt érted, de... Jó. Tehát szar volt. Igen. Na. Na jó. Hát körülbelül 5 percig keresett egy viccet, de azt mondta, hogy nagyon jó lesz. Nem mondtam semmit. Csak találtam egy rendeset. Mi történik, ha keresztezzük a pulit egy zsiráffal? Szívinfarktus kap a juhász. Oké. Oscar díj. Hallottad haver, hogy a Sevillai Borbély Oscar díjat nyert a gálán? Melyik kategóriában? Legjobb rendező? Nem. Legjobb vágásért. Legjobb vágásért? Sevillai rendező vágott. Jó, egyből nekem. Nem jó, de azért elmondom. Jó. Mi történik, ha két szőkenő egymás felé rohan? Betörik a tükör. Eltörik, de igen. Jó van. Jó. Még mindig egy gól neked. Neset, igazán büszke lehetek magamra. Már 70 éves is elmúltam, és nincs egyetlen ősz a hajszálam sem. Mondta nagypapa tükör előtt állva, és végig simogatta a kopasz fejét. Vágod? Mert nincs a haja. Igen, értettem. De nem volt vittes. Mit mondott a nyuszik, amikor lemászott a rókár? Meghúztam a ravaszt. Ez tényleg jó volt? Egy-egy. Tehát most látom. Mit tettek az ős magyarok a nyereg alá? Lovat. Nagyon szar. 2-1 oda. Mi lesz a sinek között sétálgató romantikus fiúval? Nem tudom. Elkapja a hét. Ezt azt hiszed, hogy jó lesz? Ez jó. Ez tényleg jó volt. Ez jó. Hallott, ti hogyan szoktátok kezdeni a konfliktusokat? Kérdezte Muricka. Erre anyukája mondja, pofon egyszerűen. Ágod, mert ezt ismerem. Jó volt. Áll egy tehén a busz megállóban. Ha megjön a busz, hova fog felszállni? Buszra. Legelőre. Ez is jó volt. Pedig ez is jó volt. Legelőre. Értem. Hát ez nem megy nekünk annyira. Hogyan fejezi be a papa vajaskenyér elkészítését? Felviszi az utolsó kenetet. Rád nézzük a szörögök. Kösz! Várj neki! Mi az? Vízben ér, és nem érdekli semmi. Szarok rája. Nem állt meg, ez rohadt jó. Ezt én terjesztettem tavaly nyáron. Igen. Jó. Miért nem szükséges Bobnak felvenni a Lee nevet? Mert Bob már Lee. Madom... Ezt is ismertem. De akkor is jó volt. Mondd is bárki meg kurvaszom. Ez szar lesz, ez fárasztó lesz. Miért teszik a négen a moziban fehér csokit? Nem tudom. Miért? Ne harapja le az ujjait. De jó volt, nem volt jó. Na, ez neked tetszeni fog, Tibeni. No, ezt nagyon szeret legózni. És Lego figur bemegy a kocsmába. Kérek egy viszkit. Jéggel? Kérdi a pultos. Tök mindegy, ilyen kis kézre úgyis csak magam mögé tudom önteni. Vágod vele, mert emberek így ilyen a kezed. Tudom. Ez is jó volt. Ez is jó volt. Nem tudom, hogy tényleg. Ez nem tudom, jó, de...
Jó, ennek nem ment. Hogyan ismered fel az internetes cigányt? Webhely van az arcán. Nem érti, figyelj. De értem, hogy a sebhely webhely, de nagyon szar. Nem, nem cigány. Ez egy nagyszerű cigány! Nem vagyunk ott. Négy-egy. Négy-kettő erőtték. Kettő. Mert viccel kapcsolatban. Na most eljövök, figyelj. Doktor úr, lehet egy kérdésem? Természetesen, köszönöm. Vágod? Yeah. Jó. Ez nem szar volt. A világon háromféle ember létezik. Aki tud számolni, és aki nem tud. És ez ilyen nagyon szar volt, nem tudom, miért olvasnám. Hát, mert ez jött. Mi van a bárány fürdőszobájában? Minek a fürdőszobájában? Bárány. Nem tudom. Barikád. Egy jó visszám volt. Egyet nem volt, hogy nevettünk. Én egyet mondok. Ne tekergesd a kutyát. Mi? Azt mondta. Ez lett a végán. Nem az a vicc, hogy tekergeted a kutyát? Tekergeti a faszom, el akarok kapni. Ilyenek nincsenek. Tekergeted, tekergeted a faszom. Jó. Szóval, ez nagyon komoly, egy csomó előfordulni mamánál, ugye? De, ja. Csörög a vezetékes telefon. Szia, otthon vagy már, ez az unoka? Nem bazd meg, a boldig húzom a zsinort. Jó, ezt is lehet, az nagyon régi. Tudom, de attól még jó. Nem jó. Hát, te nincsen. Ez nagyon szar videó lesz te. Az mit jó vicc? Lenne jó vicc? Most van ilyen egyoldalas viccet, ezt a... Hát a keressék kategóriákat ez így. Hát kerestem. Most beírtam, hogy rendőrös. Akkor írjen ilyen kérdez felelek vicceket, várjál. Ilyen. Te még mit mondja izé? Jó. Mit mond a törzs varázslója? Ha valamire hajat kell rávarázsolni. Majd rá. Ez volt a vicc? Hát még egy felkeltő el van. Jó volt. Ez jó, ez jó. Diszkóban egy srác leszólít egy csaj. Kérdezi a srác, megiszunk valamit? Mondja erre a csaj. Köszi, de nem kérek semmi. Erre a fiú... Igen. Diszkóban egy srác leszólít egy csaj. Megiszunk valamit? Köszi, de nem kérek semmi. Erre a fiú átváltozik úttá. A lány felkiált. Na hát, elutasítottam. Vágod? Jó. Jó volt? Elég lesz ennyi szerintem már. Jó, most összevágjuk ezt a szarát. De nem lesz. De mondom, miért szerintem most én is jártad, hogy minek az? Na, az eredmény az 4-3 lett. Ti Benninek, szóval én nyertem. Majd, azért majd ellenőrizzük. Ellenőrizz, bazdmeg, de akkor is én nyertem. Igen, az biztos, hogy Zoló nyert. Na, szóval köszönjük meg nektek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Mindenféle linket megtaláltok a leírásban. Semmilyen link nem lesz. De mindenki azt mondja, hogy mi is. Jó, ezért mi is ezt mondjuk. Úgyhogy mi a Tubeszli voltunk, sziasztok! Én Tiberi volt a hamunk. Én meg Zoló. Sziasztok! Jó, sziasztok! Mindenki egyet használni.